Megismertük már a vonal, a vonallánc, a téglalap, a kör és az ív rajzparancsot, most folytassuk a sort az ellipszis rajzutasítással. Nagyon könnyedén létre tudunk hozni ellipszis rajzelemet, hogyha a parancsolba begépeljük a parancs utasítás rövidítését, ez az LL, azaz ellipsz. Ebben sokat tud segíteni a parancsol, hogy így fölkínálja a lehetőségeket, tehát az ELL utasítással, ha ütünk egy entert, el tudjuk indítani az ellipszis rajzolást. Azt mondja a parancs, hogy adjuk meg az ellipszis tengelyének végpontját, egyiket, másodikat, majd a másik fél tengely hosszát. Az, hogy ez a nagy vagy a kis tengely lesz, attól függ, hogy mekkora értéket adunk meg. Ugye ez most a kis tengely, egyébként ugye a nagy tengely lenne. Most a kis tengelyt adjuk meg, és már is elkészült az ellipszis rajzelem. Ha most kijelöljük, akkor láthatjuk, hogy 5 fogópontja van egy valódi ellipszisnek. Később majd megnézzük, hogyan lehet kvázi ellipszis létrehozni. A fogók segítségével tudjuk az alakját változtatni az ellipszisnek, utólag is, valamint a középső ponttal a körhöz hasonlóan el tudjuk tolni a rajzelemet. Természetesen többféle paraméter mellett is létre lehet hozni ellipszis rajzelemet. Amint most bemutattam, az a középpont volt. Ha az egér mutatót hagyjuk elidőzni az ikonon, akkor megkapjuk a leírását a parancsnak. Most nézzük meg a tengely végpont paraméter párt. Itt az ellipszis első két pontja az első tengely helyét és hosszát adja meg, a harmadik pont pedig az ellipszis középpontjának és a második tengelyének a távolságát fogja meghatározni. Ahhoz, hogy ez a parancs szemléletesen mutassa meg a működését, rajzolok egy vonalat, bekapcsolom F8-szal a mezőleges módot, és rajzolok egy egyenest, kikapcsolom az ortomódot, majd kiválasztom a tengely végpont opciót, megadom az első pontot, megadom a második pontot, majd a harmadik pontot, és így teljesen egyértelmű a paraméter lista, ami mellett megrajzoltam ezt az ellipszist. Most kitöröm, és nézzük meg a harmadik lehetőséget, ami ugye nem is egy ellipszist, hanem egy elliptikus ívet fog létrehozni. Ezt is bemutatom most, kiválasztom, megadom az első pontot, a második pontot, aztán ugye az ellipszisnek a féltengely hosszát, utána a kezdőszöget, ahonnan ugye az elliptikus ívet indítani akarom, majd a végszöget, itt már grafikusan lehet látni a parancs működésének a logikáját, nagyon látványos, most egy fél ellipszist fogok létrehozni, és már is létrehoztam egy elliptikus ívet. Ha most kijelölöm, akkor látható, hogy azért ez egy ellipszis, amelynek ugye az egyik felét használjuk most, de ugyanaz az 5 fogópont látható rajta, mint az eddigiekben. Említettem, hogy létezik valódi ellipszis, meg kvázi ellipszis is. Ezt egy belső változó befolyásolja, hogy mikor, milyen ellipszis hoz létre az ellipszis rajzparancs. Tehát, ha belegépeljük a parancsot, hogy P ellipsz, föl is kínálja, ugye P ellipsze, ez a változó neve, ütünk egy entert, ha nulla, a kacsacsőrök közötti érték, akkor valódi ellipszis fog létrehozni, ezt mutattam be, ha egy a változó értéke, akkor pedig kvázi ellipszist, amint mindjárt bemutatok, most már kvázi ellipszis fog létrehozni az utasítás, kiválasztom a középpont opciót, rajzolok egy ellipszist, és ha most kijelölöm, akkor azt látom, hogy sok fogópont jelenik meg rajta, olyan, mintha egy vonallánc lenne, és az az igazság, hogy ez az is, jobb klik, tulajdonságok, és láthatjuk, hogy 2D vonallánc, azaz az ellipszis utasítással 2D vonalláncot tudunk létrehozni az ellipszis paraméterezés mellett. Ha most még egyszer kiadom a középpont parancsot, klikkelek, megadom a másik végpontot, most nézzük meg a forgatás opciót, ami ugye olyan, mintha térbe elforgatnánk az ellipszisünket. Ez sokszor hasznos lehet, ha valamilyen műszaki rajzot kellene rajzolnunk, vagy illusztrációt valamelyik tankönyvünkhöz, jegyzetünkhöz. Beállítjuk, és már is egy szép ellipszis hoztunk létre, ami ugye ebbe az esetben nem egy valódi ellipszis, hanem egy kvázi ellipszis. A DER billentyűvel töröm, visszaállítom a megszokott értéket,
P ellipsz, ugye ez egy belső változó, egyszer kell megadni, és onnantól kezdve hatással van az elipszis utasítása, hogy biztosan lássuk a működését. Már is létrehozok egy ellipszis, felklikkelek, és valóban itt van az 5 fogópont ellátott valódi ellipszis, megnézzük a tulajdonságokat, és itt láthatjuk, hogy igen, ez egy ellipszis. Egy hasznos utasításról van szó, de azt gondolom, hogy enélkül is el lehet boldogulni az AutoCAD-ben, minden esetre rajzoknál, műszaki rajzoknál, illusztrációknál hasznos lehet az ismerete.